Szép jó estét kívánok mindenkinek. Good evening to everyone. Nagyon jó látni titeket. It's great to see you all. És nagyon jó az, hogy vége van ennek a hétnek, nem? And it's so great that this week has finally come to an end, isn't it? Mert hogy akármennyire is szeretjük az életünket, azért a munka, meg a tanulás is fárasztó dolgok. Because no matter how much you like your life, working and studying can be really tiresome. Úgyhogy ez a tervünk ma estére is, mint minden péntek estére, hogy legyen egy olyan pillanat, ez amikor megállunk Isten előtt. So our plan for tonight would be that that we would just stand before God as we usually do. És miközben minden héten van péntek este, hisszük azt, hogy Isten minden alkalommal tartogat valami különlegeset nekünk. And since there's a Friday night each week, we firmly believe that there's always something that God has for us. És a legnagyobb részét ő fogja ennek végezni. And he's gonna do the bulk of it. Nekünk csak annyi a feladatunk, hogy így adjuk át magunkat. And our only job is to just completely give ourselves over to him. Csak ennyire bátorítalak titeket, hogy legyen bennetek egy várakozás, hogy vajon Isten ma mit szól. And so this is my only encouragement to you guys tonight, that he would just have this expectancy of what God has for us tonight. Ez nem olyan sok feladat, ugye? It's not a lot, isn't it? Péntek estére ennyit még tudunk így kezelni. Imádkozzunk. Let's pray. Atyán, köszönjük neked azt, hogy hűséges voltál hozzánk ezen a héten is. God, we would like to thank you that you were faithful to us even this week. És köszönjük, hogy te itt vagy arra készen, hogy találkozz velünk. And we would just like to thank you that you're here with us, ready to meet us. És kérlek, Uram, hogy ahogy megyünk eléd dalokkal, érintsd meg a szívünket, lelkünket. And Lord, I'm just asking you that as we will be going before you with songs, singing, that you would just touch our hearts. Úgy jövünk, mint az apukánkhoz. And we're just coming to you as we come to our Father. És szeretnénk így kifejezni azt, hogy szeretünk téged. And we would just like to express how much we love you, Lord. De tudjuk, hogy te szerettél minket előbb. But we know that you loved us first. Úgyhogy kérlek, hogy legyél itt a dicsőítésünkben. So we're just asking you that you would be present in the midst of our worship. Jézus nevében. In Jesus' name. Amen. Amen. Gyertek, dicsőítsük az Urat. Come and worship. Minden új nap veled kezdődik el. Megtöltött szívem kincseiddel. Szentséged, szépséged megújít engem. Te vagy szerelmesem. Ó, te vagy szerelmesem. Én neked minden új nap veled kezdődik el. Minden új nap veled kezdődik el. Töltött szívem a kincseitől. A szentséget, szépséget megújít engem. Te vagy szerelmesen. Jövök hozzád a kegyelmebe. A folyó meg engem, tisztítson meg teljesen. Te vagy szerelmesem. Jövök hozzád, jövök hozzád kegyelmedbe. Fújó bejárat, mosson meg engem. Szeretünk téged, szeretünk téged, Atyám. Ó,
Fedkezdődik el. Minden új nap veled kezdődik el. Megtöld a szívem a kincseit. Szentséged, szívséged megújít engem. Te vagy szerelmesem. Az Úrhoz, mennyei trónjához. Örömmel lépjünk be hozzá, kiáltjuk nagy az ő neve. Dicsérjük a hangszerek hangja, kiszóljon minden dal. Dicsérje Istent a menny és a föld, áll a áldozat szájon. Énekel, menjünk most! Menjünk most együtt az Úrhoz, mennyei trónjához. Örömmel lépjünk be hozzá, kiáltjuknak az ő neve. Kicsérjük a hangszerek hangja, mégis szóljon minden dal. Dicsérje Istent, gyerek el neki! Az Isten jó, mert az Isten jó, igen, Isten jó, az ő kegyelme örökké tart. Igen, az Isten jó, mert az Isten jó, igen, Isten jó, az ő kegyelme. Menjünk most együtt az Úrhoz, mennyei trónjához. Örömmel lépjünk be hozzá, kiáltjuk nagy az ő neve. Kicsire őt a hangszerek hangja, mégis szóljon minden dal. Kicsérje Istent.
Istent, a menny is a föld. Hál a áldozat, szállhatsz a föld, mert az Isten jó. Legyen áldott, teremtője mindennek. Táncoljunk együtt előtte, ellen fölkezel, és énekel, mert az Isten jó.
Hát azt nekem, Csabi, légy szíves. Ez a következő dal, már látjátok is, hogy melyik lesz az. Now this next song is... Mondjad, Andris. Egy számomra nagyon fontos dal. This is a very important song for me personally. És arra gondoltam, egy picit megállunk, csak hadd emlékezzünk arra, hogy mit is mond igazából ez el. And I just thought that we could just stop and we could just really just listen to the song and just try to listen to what the song actually says. Az életemben volt egy olyan időszak. Because there has been a time in my life. És hála Istennek múlt időt tudok mondani. And thank God I can speak in past tense. Amikor a tenger tombol, zúgott és sövített a szél. When the sea was raging and the wind was blowing. És ez azért visszatérő, ez nem egy olyan dolog, hogy egyszer volt, aztán utána soha többet nem lesz, igaz? And this is kind of a revenant of a thing that returns sometimes. De számomra olyan sokat mond ez, hogy tényleg ő emel föl a vihar fölé. But this song's really says a lot to me. Nem enged, hogy azon a szinten maradj, ahol a legnehezebb. Because it doesn't allow you to remain on the same level where you are. És lehet, hogy most is úgy vagy itt, hogy van valami olyan nehézség az életedben, ami éppen egy ilyen vihar. And maybe you're here tonight that you have some difficulty in your life, some storm raging. Ezt az Isten pontosan látja és tudja. And God sees this exactly and he knows it. Nem hagy magadra. And he isn't going to let you down. Ezt tapasztalatból mondom. And I'm speaking from experience. Ő ott van végig melletted. He's right beside you. És nem along. Engedi, hogy azon a szinten maradjál, ahol a legnagyobb fájdalmak érnek. And he isn't going to let you stay on the same level where you're being hit by these various pains and sorrows. Édesapám úgy fogalmazta meg. Once my dad said. Hogy azt és azért imádkozik. That he's praying for the very thing that. Hogy abban a helyzetben, amiben most éppen benne vagyok. That in this very situation that you're in right now. Találjam meg az örömöt. You would be able to find joy. És kb. Kinevettem először, mert hogy ebben a helyzetben tényleg. And at first glance I just laughed at him because I was like, in this situation, are you serious? De tudjátok mi van? But you guys know what? Isten ott van a legnehezebb helyzetedben is. God is with you in the most difficult situation. És felemel. A vihar fölé. And he lifts you right above the storm. Ezt tudom, hogy többen rajtam kívül is itt ebben a teremben már átéltétek. And I know that there's many of you in this room beside me that have lived through this. Lehet, hogy most te éppen ez előtt állsz. And maybe you're right before such a storm. Vagy benne vagy. Or maybe you're in the midst of it. De tudd. But please know. Hogy Isten veled van. That God is with you. Ki lehet ellened? Who can be against you? Gyere, énekeljünk neki. A tenger tombol, szúg, süvít a szél. Te emelsz fel a vihar fölé. Uralkodsz onlán a hangjai. A szívem nem fél. Benned tenger tombol, tenger tombol, szúg, süvít a szél. Te emelsz fel a vihar fölé. Uralkodzol már. A szívem nem fél. Benned remény. Szívem nem fél. Benned remény. Yeah.
most fel. Rejts most el. A szállat alá. Erős hisz. Mindig te rád néznek, s
segítségem te vagy. Hatalmas Isten, csodás teremt, egek és föld, Uram, a szükségem van. Szükségem van rád, reménységem szilárd, imád téged át. Megszabadítottál, új életet adtál, hálám hozzád szálló. Örök imádás, néked minden adó. Itt áll a néped, újra ébred, és várja a leheletet. Dicséret áldás, örök imádás, néked minden. Állod népen, újít rejben, ő is várja le. Neked még egyszer dicséret áldás, dicséret áldás, örök imádás, néked minden. Itt áll a népen, itt áll a népen, újít rejben, ő is várja le. Most lesz kiáltja, dicsőség és imádomány a neve. Mi együtt és a népet újra szennyi, hatalmas állat úr vagy mindenki. Ó, minden Mindent gyűjt, és a népet újra szennyít.
és nem is lesz soha senki más. Ki hozzá a sondítható a földről, földről az ég felé kiáltjuk, oh, kiáltjuk, hogy Jézus az egyetlen. Úr, nincs nem is lesz, nincs nem is lesz soha senki más. Ki hozzá a sondítható, mi legyen? Én nekem most ez kiáltjuk. Dicsőség és imádva álljon mellett, mint együtt is a népben újra zengé, hatalmas állott úr vagy mindenki. Minden nyelv most ezt kiáltja, dicsőség és imádva álljon mellett, mint együtt is a népben újra zengé, hatalmas állott úr vagy mindenki. Még itt falak, reméltem leomlanak, de te sosem hagytál cserben. Várva a változást, tudva, hogy győztél már, Uram, te sosem hagytál el. Hisz megígérted, nagy a te űséged, űséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagytál el. Az éj már nem tart soká, íg itt a fény sugár, szívemből dicsérlek téged. Jézus, tiéd szívem, szerelmed hűséges, szívemből dicsérlek téged. Hisz megígérted, nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erősségem, te sosem hagysz el. Hisz megígérted, nagy a te hűséged, sosem hagytál el.
légy az imád, nem tartsuk el. Az imád nem tartsuk el. Ígidom fénysugár. Szívemből dicsérlek téged. Jézus, szét szívem, szeremet hűséges. Szívemből dicsérlek téged. Hisz megígérted, nagy a te hűséged, ó, hűséged. Kezedben élvem, te vagy erősségem, te sosem hagysz el. Thank you, Lord, that you're always here with us.
vagyunk így itt a teremben, akik már láttuk, ahogyan te mozdulsz. And there are some of us in this room who've already seen you move. Megtapasztaltuk, hogy a semmiből és a nehézségből mit tettél. And we've all experienced what you've done from basically nothing. Így vagyunk most is itt előtted. And this is how we're standing before you right now. Hogy elhisszük. Because we believe. Hogy újra meg fogod ezt tenni. That you are going to do this yet again. Mi is látni fogjuk a te csodáidat. That we are also going to see your miracles. A saját életünkben. In our own lives. Köszönjük ezt előre is neked. And thank you this, Lord, beforehand. Hálások vagyunk mindenért. And we're thankful for everything. Hálások vagyunk ezért a hétért. We're thankful for this very week. Köszönjük, hogy most itt lehetünk előtted. And we're thankful that we can be here before you. És tudjuk, hogy itt vagy most közöttünk. And we know that you're in the midst of us. Mert a dicsőítésedben és a dicséretedben lakozol. Because you dwell in your worship of your people. És ezért itt vagy most közöttünk. And for this reason you're here. És találkozni akarsz velünk. And you want to meet us. A szívünkhöz és a szívünkre szeretnél beszélni. And you want to speak to us and to speak into our hearts. Szeretnénk is most megnyitni előtted. And we would like to open our hearts before you right now. És szeretnénk jobban megismerni téged. We would like to get to know you even more. Behívni téged és a te lelkedet a mi szívünkbe. To invite you and your spirit into our hearts. Gyere és formálj. Please come and mold us. Gyere és készíts a te terved szerint. Please come and prepare us according to your plan. Mert igen szükségünk van rád. Because yes, we need you. Kérlek, hogy szólj most a Norbin keresztül is. And please speak through Norbin. Áld meg ezt a mostani alkalmat. And bless this event. Mindezt a te drága nevedben imádkoztuk. And we pray this in your precious name. Amen. Isten hozott titeket. Welcome. Nagyon jó látni titeket. It's great to see you all. Az van ezzel a péntek estével, hogy így elkezdődött pár hónappal ezelőtt. So the thing with this with these Friday night events is that it had only commenced a couple months ago. De ugye, nem tudom, valahogy a szívemhez nőttetek. But I don't know, but you guys somehow grew close to my heart. Sokatoknak így a nevét nem is tudom. I don't know a lot of your names. De így az arcotokat már sokatoknak megismerem. But I can recognize your faces and I remember you. És jó itt lenni. And it's great to be here. Tudjátok, péntek esténként nem szoktunk bejelentéseket mondani. You guys know we usually don't make announcements during Friday nights. Ma este sem olyan hagyományos bejelentést szeretnék mondani, de valamit szeretnék a szívetekre rakni. And tonight's announcement isn't really going to be as it goes usually, but I really want to put something on your hearts. Tudjátok, hogy a hét, ami előttünk áll, azt úgy hívjuk, hogy a nagy hét. Because as you may know, the week that is ahead of us is called Easter week. Mert hogy ennek a hétnek a végén van egy nagyon fontos ünnep, amire emlékszünk keresztényként. Because at the very end of this week, there's an event that we all remember as Christians. Ami így a közepe a hitünknek. That we all commemorate as Christians, and it is the very core of our beliefs. Jézus Krisztus halála és feltámadása. And it is the death and resurrection of Jesus Christ. És arra készülünk, hogy jövő héten egy olyan péntek estét tartunk, aminek az lesz a neve, egy nagy péntek este. And so we're preparing for next week, for next week's Friday, that is going to be named Good Friday. És azt hiszem, hogy egy nagyon különleges estét tartogat nekünk Isten. And I personally believe that God is preparing a very special night for us. És talán láttátok már a Facebookon az eseményt erre. And maybe you guys have already seen the event on Facebook for this. De amit szeretnénk tenni, az, hogy valahogy ezen a héten minél több emberhez eljuttatni a hírt, hogy ez lesz. But, és minél több embert meghívni ide. But what we would like to do is to spread the word and just try to invite as many people here as we can. Mert még Pál is azt mondta, hogy igazából a legtöbb, amit tudhatunk, amikor közétek mentem, nem valami bölcsességet mondtam, hanem arra koncentráltam, hogy Jézus megfeszítették. Because even the Apostle Paul said that he was focusing on the very fact that Jesus was crucified. Úgyhogy azt tervezzük, hogy egy speciális akciót csinálunk. So we're planning on a very special action. És szeretnélek meghívni titeket, aki szeretne ennek a része lenni. And I would like to invite you all who would like to be the part of this. Szeretnék egy ilyen online gerilla csapatot
csinálni erre az erre a nagypénteki alkalomra. And I would like to create like a guerrilla team for this event next week. Te is meg vagy hívva, Andris. Andris is invited too. Azt szeretnénk, hogyha ezen a héten aki szeretne ebben részt venni, az segítsen terjeszteni a hírét ennek a nagypénteknek. So our desire is that whomever wants to participate in this next Friday's event would be helping alongside us and would be spreading the word. És ha szeretnél ebben részt venni, az alkalom végén elmondom, hogy hogyan feliratkozhatsz az e-mail címeddel, utána megsemmisítjük, tehát ezt nem fogunk utána bombázni minden, ez erre az egy hétre szól. And so if you would like to participate, you can register with your email and we're going to delete your email afterwards. És fogsz kapni jövő hét folyamán kétszer-háromszor egy-egy e-mailt. And during the course of next week, you're going to receive from two to three emails. Például egy olyat, hogy itt van a Facebook eseménynek a hivatkozása, léci, oszd meg a Facebook oldaladon. For example, such a message that would contain a link to the Facebook event. Hányan vagytok Instagramon, nézzük? How many of you are using Instagram? Például egyik nap valószínűleg ki fogunk küldeni ilyen képeket, amit a saját Instagram storydba ki tudsz tenni. Because for example, one day we're planning on sending out some images that you could add onto your Instagram story. A vágyunk csak annyi, hogy minél több ember halljon a megfeszített Krisztusról, aki feltámadt utána. Because our desire is for everyone to just hear about the Jesus who was crucified and also resurrected. Jó, úgyhogy a végén elmondom majd, hogy hogyan tudtok erre ebben részt venni. Yeah, so at the very end of the sermon, I'm going to tell you all the remaining details. Aki odafigyelt, az tudhatja, hogy Andris nem eltévesztette a nevemet az előbb, amikor imádkozott. So if you were paying attention, Andris didn't just miss my name as he was praying. Hanem ma nem én fogok tanítani. Because it isn't going to be me teaching today. Mert ha van valaki jobb is a házban, akkor miért én tanítsak? Ezt még egyszer. Ha van valaki jobb nálam, aki jobban tud tanítani, akkor miért én tanítsak? Semmi nyomás. Because if there's someone else who's better Csabi nem tudja ezt elképzelni. Because if there's someone else who's better at teaching them, why should I teach? Aki a mai vendég tanítunk, igazából nem is vendég. So today's tonight's guest teacher, who is not really even a guest. Hanem ő a mi emberünk. But he's one of us. Szoktátok szerintem látni péntekenként, vasárnaponként. You guys may have seen him during Fridays and Sunday services as well. És őt Kalácska Norbinak hívják. Yeah, and his name is Norbert Kalácska. Hú. Úgyhogy mi lenne, hogyha köszöntenénk őt egy nagy tapsa. So please give him a round of applause. És Norbi fogja ma megosztani velünk, amit Isten a szívére helyezett. And so it is going to be him. I was going to be sharing whatever God has laid in his heart. Köszi. Sziasztok, szép estét. So, good evening, guys. Hát ilyen intrót. Így nem olyan nehéz ide jönni. It isn't such a hard thing to come here. Főleg ilyen dicsőutása, szóval nagyon köszi. Not especially after such a good worship. Nagyon-nagyon meglettem alapozva. I've been really, really well founded. Szóval részemről már így is oké, a péntek este elmehettek, kaptatok valamit. So, as for me, Friday night is perfectly fine. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi legyen a ma este témája. I've been thinking a lot about what the topic of tonight's teaching should be. És folyamatosan vissza és visszatértem egy adott témához. And I just kept returning to this one topic. Hogyha jegyzetelsz, akkor írd fel, hogy a ma este címe. So if you're taking notes, please note the title of tonight. Ma este címe, semmi extra. Tonight's title is nothing special. Ennyire telt. This is as much as I could do. Semmi extra. Nothing special. Tudjátok, a Bibliában, hogyha olvassátok, vagy hallottok róla, akkor nagyon-nagyon sok olyan történet van. So if you guys read the Bible, there's many different stories in the Bible. Amikor láthatjuk, hogy Isten nagyon-nagyon direkt módon egyszerűen belenyúl egy történetbe, egy helyzetbe. When you can just see as God intervenes and just reaches his hand into certain situations. Csodát tesz, hogy valamilyen úton, módon egyszerűen egyértelmű, hogy Isten ott tett valamit.
Sometimes and sometimes by the means of miracles, but the result is always obvious that it has been God doing something. Ha elolvasod Ruth könyvét, so if you guys read the book of Ruth, akkor láthatod, hogy ez nem egy ilyen történet. Then you can see that it is not such a story. Az időrövidsége miatt nem fogjuk elolvasni az egészet. Because of the shortness of time, we aren't going to read the whole book. De hadd mondjam el nagy vonalakban, hogy miről szól a könyv. But let me tell you guys in a nutshell what the book is basically about. A bírák idején, so during the time of the judges, egy izraeli család éhínség miatt elment Bethlehemből Moab földjére. There was an Israeli family who fled the land from Bethlehem to the land of Moab because there was famine in the land. És ott éltek körülbelül 10 évig. And so they have lived there roughly about 10 years. A 10 év alatt, and so during these 10 years, ott volt az apuka, anyuka, meg a két fiú. So there was the mother, the father, and the two sons. És a két fiú megházasodott. And so these two sons get married. És a 10 év alatt, amíg ott voltak, meghalt mind az apuka, mind a két fiú. And so during the course of these 10 years, both the two sons have passed away, and the father as well. Szóval megmaradt a három hölgy. And so it was the three ladies who basically remained. És ez alatt a 10 év alatt Izraelben fordult a kocka. And so during these 10 years, the tables turned. És Izraelben már többé nem volt éhínség. And there was no longer famine in the land of Israel. Szóval Naomi, az apukának a felesége, Naomi, the wife of the father, úgy dönt, hogy visszamegy haza. Decided to go back home. És út közben a két menye. And so on the way, during their journey, her two daughter-in-laws, közül az egyik, Ruth, azt mondta, hogy mindenképp veled marad, a másik, Orpa, pedig azt mondta, hogy hát jó, akkor én új életet kezdek. One of the daughter-in-laws said that I'm gonna stick with you, and the other one said that I'm gonna begin a new life. Hazaérnek. So as they get home, és innentől kezdve az egész könyv arról szól, hogy Ruth megismerkedik egy izraeli férfival, Boázzal. So from the point when they get home, Ruth soon gets acquainted with a man named Boaz. Aztán össze is házasodnak. And then they get married. És ez a szomorú történet egy happy enddel végződik. And so the sad story basically comes to a happy end. Ugye így elmondás alapján is ez egy egyszerű történet. And so as I'm telling you guys, this is this may as well sound a simple story. Mondhatni átlagos. We could also say that it's an average story. Szokásos. It's a usual one. Ebben a történetben egy vak sem nyeri vissza a látását. In this story, no blind man receives back the apple of his eyes. Nincs óriás, akivel meg kell küzdeni. There's no giant to fight. Nincs tenger, ami ketté válik. There's no sea parted in two. Ne érts félre, én hiszem, hogy Istentől ihletett ez a történet, és helye van a Bibliában. But I need to tell you guys that this story is inspired by God and it has a rightful place in the Bible. De első ránézésre semmi extra. But at first glance, it's really nothing special. Semmi természet feletti. Nothing supernatural. Imádkozzunk, aztán belecsapunk. So let us pray and then we're going to get into the midst of it. Mennyi atyánk, nagyon köszönjük neked ezt a ma estét. Heavenly Father, we thank you for tonight. Köszönjük a te igédet. We thank you for your word. És köszönjük, hogy te ígéd az élő és ható. And we thank you for the fact that your word is living and it's powerful. Köszönjük, hogy olyan, mint az eső, vagy mint a hó, amely lehull és megöntözi a földeket, és termővé teszi azt. And we're thankful for the fact that it's like rain, which falls to the ground and makes it fertile. És nagyon-nagyon köszönjük neked, hogy ma estére is valami jót terveztél. And we're so thankful that you've planned something really good, even for tonight. Kérlek, Uram, hogy gyere, töltsd be minket, és taníts minket az igédből. So please, Lord, come and fill us, and please teach us from your word. Jézus nevében. In Jesus' name. És mindenki azt mondja, hogy? And everybody said? Amen. Amen. Bár azt mondhatnám nektek innen a színpadról. So only if I could say to you guys from here, from this stage. Jó, igen. Innen a színpadról. So here, from the stage. Hogy minden napotok elképesztő lesz. That
all of your days are going to be amazing. Hogy átlagon felüli. That they are going to be above average. Csodák hátán. And there's going to be miracles upon miracles. De nem így lesz. But it isn't going to be so. Ezért nem mondhatom ezt. So I can't say that. Ne érts félre, én is ezt szeretném. So please don't get me wrong, because it is my desire as well. Mert nagyon jó lenne vagy levlogolni, vagy instázni. Mit csinálni? Vlogolni, vagy instázni. Because it would be so cool to do vlogs or just hang around on Instagram. De nem lesz ilyen minden nap. Nem mindegyik instaverti. So your days aren't going to be so. They aren't going to be Instagram worthy. Hallottatok már a normál eloszlásról? Kis statisztika péntek este. Have you guys ever heard about normal distribution? Vagy a haranggörbe? Statistics during Friday nights or the bell curve? Nem nagyon kell tudni, de a lényeg az, hogy néhány napunk egyenesen szörnyű. But the main thing is that so some of our days are just downright terrible. Így fel se kellett volna kelni, tehát vannak ilyen napok. I shouldn't have even gotten out of my bed. És vannak olyan napok, amikor így egyszer minden fantasztikus. And there are some of those days when everything is just bright. Ebben már kevesebb van, de van ilyen. There's fewer of these, but there are some of these as well. De azért a legtöbb napunk valahogy a kettő közé esik. But so most of our days usually fall in between, somewhere in between the two. Lehet, hogy valamelyik jobb, valamelyik rosszabb. So some of them may be better, and some of them may be worse. De leginkább úgy átlagos. But most of them are just average. És csak úgy, mint Ruth könyvének története, igazából yeah. Mondhatni semmi extra. And much like the book of Ruth, we could say that nothing special. És hiszem, hogy az igazán nehéz, illetve az igazán jó pillanatok is nagyon-nagyon meghatározó szerepet játszanak az életeinkben. And I believe that even the hardest moments play a very, very significant part in our lives. Ha nagyon-nagyon lent vagyunk, Isten nagyon sokszor felemel minket. Because during the times when we have rock bottom, so God just lifts us up. Amikor pedig a helytetőn vagyunk, akkor egyszerűen érzük, hogy mennyire csodálatos és közel van Isten. And so when we're on the peak of the mountain, we just feel like that God is just so incredibly close. De mi van a kettő között? But what's there in between? Mi van a völgy és a helytető között? What's there in between the peak of the mountain and the valley? Hol van Isten az átlagos napokon? Where is God during the average days? Én nem állítom, hogy minden válaszotokra tudom a kérdést. I'm not saying that I know the answer to every single one of your questions. Pedig erre vártatok volna, mi? You would have expected this, right? És nem igazán tudom minden dologról, hogy mi hogy működik. And I really don't know about every single thing, how they function or how they work. Ezeket én is úgy megtapasztalom, mint ahogy valószínűleg ti is. Because I'm also just a man who experiences these things. De ha megengeditek, szeretnék néhány dolgot javasolni, ami remélhetőleg bátorítás, illetve segítség lesz számotokra. But with your guys' permission, I would like to give you just a handful of recommendations as far as like how you could better yourself. Ki az, aki szokott filmet nézni? Who among you watches movies? Oké, és ki az, aki szereti is a filmeket? And who likes movies? Oké, és ki az, aki meg szokta nézni a stáblistát a végén? And who watches the credits of the very end? Elfogytak a legtöbben. Nekem ez személyesen nagyon-nagyon filmfüggő. So as for me personally, this really depends on the movie. Ha király a film, akkor úgy megtisztelem a stábot. Because if the movie is really cool, then I'm gonna honor the ending credits. Yeah. Ha nem annyira, akkor inkább így mentem ki a moziból. But if not, I just simply leave the cinema room. De számomra mindig elképesztő, hogy egy film mögött mennyi ember van. But to me, it's really, really amazing how many people are working in the background of a movie. És hogy abból a rengeteg emberből igazából milyen keveset látunk a filmvásznon. And it's really incredible to me how few of these people we actually get to see on the screen. Nagyon-nagyon érdekes számomra, hogy ott vannak a rendezők, a vágók, a szerkesztők, és hogy így semmit nem látsz belőlük. That's fascinating. Director, editors. And that's it, but you don't see them. És úgy hiszem, hogy mint egy filmnél. And so I believe that just like with many movies or with a movie.
Ugyanúgy Isten nagyon gyakran úgy dönt, hogy ő a háttérben munkálkodik. So oftentimes God just decides to work in the background. Úgyhogy jegyzete ez az első pontom, Isten úgy dönt, hogy a háttérben munkálkodik. Nagyon gyakran. So this is going to be the title of my first point, which is when God decides to keep working in the background. Csak azért, mert nem látjuk, hogy Isten hogyan munkálkodik, az nem azt jelenti, hogy nem munkálkodik. Just because we don't see God working in the background does not mean that he isn't. Csak azért, mert esetleg nem azon munkálkodik, amit mi szeretnénk, az nem azt jelenti, hogy Isten egyáltalán nem munkálkodik. Just because he isn't at work with the things that we desire him to be at does not mean that he's not at work. Mi van, hogyha Isten ahelyett, hogy azon munkálkodna, amit látunk, azon szeretne munkálkodni, amit nem látunk? So what if God would like to work in the things that we aren't able to see, rather than work in the things that we are able to visibly notice? Én úgy látom az ige alapján, hogy Istennek nagyon-nagyon más elképzelése van arról, hogy mi az, ami extra, ami insta-worthy. And so based on the word, forgot. Istennek nagyon-nagyon más elképzelése van arról, hogy mi az, ami extra, ami különleges. So based on the word, I can see how God has a completely different perspective on what's important. Én úgy látom, hogy Istennek az extra az belül kezdődik. The way I can see it, so the extra things or the special things really begin with the internal things. Emlékeztek Keresztelő Jánosra? Can you guys remember John the Baptist? Jézus azt mondta róla, hogy nála nagyobb ember nem született asszonytól. Jesus says that no man who was born from a woman was ever greater. De hogyha ismered Keresztelő János életét és történetét, but if you guys are familiar with the life of John the Baptist, akkor nagyon-nagyon meglepő volt nekem először, hogy ő egy csodát sem tett. Personally, as for me, it was really, really surprising that he never ever did a miracle. Ha nekem kellett volna egy legnagyobb embert mondani, akkor egy Mózest, valami hatalmas vezetőt, vagy egy hatalmas prófétát, mondjuk Illést mondtam volna. So if I had to name a mighty man, I would have probably come up with someone like Moses or Elijah or some of the prophets. De így Jézus szíve nagyon-nagyon megtanít engem valamire. But Jesus's heart really teaches me to something. Hogy ne a legutóbbi csodádban mérd magad. That you really shouldn't measure yourself in the last miracle you've seen. És lehet, hogy azt mondod, hogy ez könnyű, mert nem tettem csodát. And you might say that it is very, very easy to say because I've never done or seen a miracle before. De ne is a legutolsó hegytető élményedben mérd magad. Ne a legutolsó hegytető élményedben mérd magad. That, and it's really important that you wouldn't focus on your last hilltop experience. Arra alapozz, amit Jézus Isten igéje mond rólad. That and it's really important that they would lay our foundations on the fact that Jesus says about you. És csak úgy, mint Ruth történetében, a mi életünkben is van, hogy Isten úgy dönt, hogy a háttérben munkálkodik. And much like in the story of Ruth, sometimes God decides to work in the background in our lives as well. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy oké, és Norbi, értem már, ezt menjünk tovább. And maybe you're like, okay, Norbi, I understand, let's just move on. Kérdés, hogy akkor mit tegyek? But the question is, what should I do? Én tenném, amit Isten mond, de igazából nem tudom, hogy mit mond. I would be totally willing to do what God wants, but I don't know what he says. Voltatok már így? Have you ever been in a situation like that? Én nemrég olvastam Jónás történetét. Not too long ago, I read the story of Jonah. És ha ismertek a sztorit, akkor Jónás tudja, mit szeretne Isten, de az ellenkező irányba megy. And so if you guys are familiar with the story, Jonah is perfectly aware of God's purposes, but he goes directly the opposite way. És én meg úgy voltam vele, hogy Uram, bár ezen a problémám, hogy tudom, mi a te akaratod, de más irányba megyek. And so you might be in the same situation that you're perfectly aware of God's plan, but you're just heading the completely opposite way. Mert én úgy voltam vele, hogy én csinálom, amit Isten szeretne, de mit szeretne Isten? And you might also say that I'm doing whatever God wants, but what does he really want? Nem tudom, hogy mi legyen, mert igazából lehet, hogy Isten nem mond semmit.
I really don't know what to do because God really isn't saying anything. Váltsak munkahelyet? Ne váltsak. Menjek külföldre. Ne menjek. Kit vegyek a feleségül? Should I quit my job or? Vagy ne vegyek senkit. Or should I get married or should I not get married at all? És aztán így gondolkodtam, imádkoztam ezen, meg hogy készültem a tanításra, és aztán így rávilágított rá arra, hogy nem az lényeg, hogy mit nem tudok, hanem az lényeg, hogy mit tudok. So as I was praying and as I was doing my preparations for the teaching, God really showed me this one fact that it's not, so the important thing is not what I don't know, but what I do know. Tehát itt a második pontom. So here's our second point. Ragaszkodj ahhoz, amit tudsz. Cling to the very thing that you already know. Emlékeztek Dánielre? Do you guys remember Daniel? Ők elkerültek Izrael földjéről fogságba, Babilóniába. So he and his people went away from their land into Babylon, into captivity. Idegen föld, idegen szokások. Foreign land, foreign customs. Nem igazán tudtok sok mindent. They really didn't know a lot. Idegen istenek, mi lesz így a jövőbe? Foreign gods, whatever's going to happen in the future. Nem igazán tudták, hogy fog alakulni a történet. And they really didn't know about like how it's going to escalate. Ők nem tudták, hogy mit mi elolvasunk, hogy idővel ők felemelkednek a többiek fölé. And they didn't know what we're already able to read from the Bible that they were going to be lifted up. Hogy mekkora dolgok várnak még rájuk. How great things await them. Ők annyit tudtak, hogy itt vagyunk egy helyzetben, mi legyen. And so all they knew is that here we are in this situation, what are we supposed to do? És azt mondták, hogy mi ahhoz fogunk ragaszkodni, amit már tudunk. But they said that we're going to cling to the things that we already know. Mi nem fogunk abból enni, amiből nem szabad ennünk. We aren't going to eat of the things that we aren't supposed to. Nem fogunk olyan isteneket imádni, akik nem istenek. We aren't going to worship gods whom we don't know. Mert ezeket már tudjuk. Because we already know these things. Lehet, hogy nem tudod, hogy mi lesz az egyetem után, vagy ez a péntek este után. And you may not know what's going to happen to you after, say, university or this Friday night. De azt tudhatod, hogy Isten hogyan szeretné, hogy ott legyél, ahol éppen vagy. But you might know this fact that the way you should be in the situation that you're in right now. Lehet, hogy nem tudod, mi a következő lépés. Maybe you don't know what the next step is. De azt tudod, hogy Isten hűséges. But you know the fact that God is faithful. Lehet, hogy nem tudod, hogy merre visz az utad. Maybe you don't know where your path is going to lead. De azt tudod, hogy ő kicsoda. But you know who he really is. Isten ugyanaz, mint aki a mélyben volt, és ugyanaz, mint aki a hegytetőn volt. God is the same character as he that he was in heaven and also the same character that he was in the cross. A mi részünk, hogy megtegyük mindazt, amit már tudunk. A mi részünk, hogy megtegyük mindazt, amit már tudunk. Because our part is to do what we already know. A Galata 6:7-ben van ez. We're going to read Galatians 6:7. Hogy amit vet az ember, azt aratja. Which says, well, that's not the verse that, well, this is a bad translation. What you reap what you sow. You reap what you sow. That's just wanted it. To read it. Egy kicsit másképp ezt elmondva. So I'm going to say this to you guys a little bit differently. Amit ma teszel, az meghatározza a holnapodat. What you're going to do today is going to affect tomorrow. Lehet, hogy nem tudsz mindent. You may not know everything. És lehet, hogy nagyon-nagyon alap dolgokat tudsz. And you may already know some very basic things. Hogy gondoskodj a családodról, szeresd a barátaidat, a feleségedet, sorolhatnám. That you should take care of your family and your wife and your friends. Akkor tedd meg ezeket. Do these. Ragaszkodj ezekhez. Cling to these. Amikor Isten a háttérben munkálkodik, és nem tudod, hogy mi legyen, akkor ragaszkodj ahhoz, amit tudsz. When God is working in when God is at work in the background, just cling to the things that you already know. És még két rövid záró gondolatot szeretnék nektek mondani. And I just want to share with you guys just two closing thoughts. Úgyhogy szeretném megkérni a dicsapatot, hogy gyertek is vissza. And I would just like to ask the worship team to come back. Harmadik pont, ha jegyzetelsz. So if you're taking notes, this is point number three.
Ha nem jegyzetelsz, akkor minden tanító elítél mélységesen a szívébe. Ezt mindig elmondom. Ha nem jegyzetelsz, akkor elítél minden tanító. So if you aren't taking notes, you might be judging every single teacher. Szóval, hogy egész alkalmat figyeltem. Then you might say that I've been paying attention the whole night. És bajba vagytok. Csak viccelek. There's a lot of you. Nem is kell fordítani. Szóval, a harmadik pont. So, point number three. Ha nem tenné is. Even if he didn't do it. Ez lehet, hogy furcsa hangzik. This might sound strange. Mert az is amúgy. Because it is. De kérlek, ne érts félre, nem azt állítom, hogy Isten már nem cselekszik. But please don't get me wrong. I'm not saying that God is not at work or he's not doing things. Én nem azt állítom, hogy Isten már nem tesz csodákat. I'm not saying that God is no longer doing miracles. Hogy Isten nem szól egy szót sem. I'm not saying that he doesn't say a word. Én hiszem, hogy mi olyan Istent imádunk és szolgálunk, aki cselekszik, aki aktív, aki szól, aki hall. Because I believe that we're serving a God who is active and who hears us and who's at work. És hamarosan lesz lehetőségetek kijönni és imád kérni. And so soon all of you guys are going to get the opportunity to come out and ask for prayers. És csak hogy biztosak legyetek benne, igenis fogjuk kérni Istent, hogy tegyen csodákat, hogy tegye meg a lehetetlent. And just so that we make sure, we are going to ask God to be at work. Mert hiszük, hogy ő képes. Because we believe that he is able. A Dániel 3-hoz létszi lapozzatok. Please turn to Daniel 3. És ahogy már említettem, Dánielék fogságban vannak. And so as I already mentioned, Daniel and his people are in captivity. Idegen környezet, idegen csomó minden. Foreign environment and foreign everything. És itt ebben a konkrét történetben. And so in this specific story. Dániel barátjai bajban vannak. Daniel's friends are in trouble. Három srác. Three guys. Ők nem imádták azt az aranyszobrot, aki előtt le kellett volna borulni. And they didn't worship the golden statue that they were supposed to bow down before. És azért elviszik őket a király elé. And so they're taken before the king. És a király kikérdezi őket, hogy na most akkor ezzel mi a helyzet? And so the king basically holds them accountable for their deeds. És azt mondja nekik, hogy egy választásotok van. And so he tells them that you guys have a choice. Vagy leborultok, és imádjátok ezt a szobrot. Either bow down and worship the statue. Vagy mehettek a tüzes kemencébe. Or you can go into the fiery furnace. És akkor meghaltok. And then you die. Ha nem lenne egyértelmű. If it wasn't clear. És a 17-es versben így hangzik az ő válaszuk. Ezt olvassuk. So in verse 17, this is their reply. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te istenedet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Okay. If this be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us, and he deliver us out from your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Ha nem tenné is. Even if he wouldn't do it. Erre szeretnének téged bátorítani ma este. This is what I would like to encourage you tonight. Hogy áld Istent, még ha nem tenné is azt, amire számítasz. To worship God, even if he doesn't do what you expect him to do. Áld őt akkor is, hogyha éppen a háttérben munkálkodik. Bless him, even though he's working in the background. Áld őt akkor is, ha nem tudsz más, csak az ragaszkodni, amit eddig tudtál. And bless him, even if you can only cling to the things that you already know. Hogy bízz benne még akkor is, hogyha az ő időzítése nem egyezik a te időzítéseddel. And trust him, even though his timing doesn't match your timing. Hogy dicsőítsd Istent. Praise him. Még akkor is, ha nincsenek csodák. Even if there aren't any miracles. Akár nagyon mélyen vagy, akár nagyon magasan, akár az átlagos napokon. Even if you're very deep, even if you're on a mountaintop, even if you're having just an average day. És a következővel szeretném lezárni. And so I would like to close off with the following. Ruth 4. fejezete. Ruth chapter 4.
Az utolsó négy igevers, 18-szor. The final four verses from verse 18. Nagyon-nagyon bátorítóak. These are very encouraging verses. Így hangoznak. And they say the following. Ezek Pérec utódai. Pérec nemzette Hecront, Hecron nemzette Rámot, Rám nemzette Aminádábot, Aminádáb nemzette Nashont, Nashon nemzette Szalmont, Szalmon nemzette Boázt, Boáz nemzette Obédot, Obéd nemzette Isait, Isai pedig nemzette Dávidot. Now these are the generations... Léci. Thank you so much. Now these are the generations of Perez. Perez fathered Hezron, Hezron fathered Ram, Ram fathered Amminadab, Amminadab fathered Nashon, Nashon fathered Salmon, Salmon fathered Boaz, Boaz fathered Obed, Obed fathered Jesse, and Jesse fathered David. Egy nagy tapsot, Léci. Szóval eljutottunk Dávidig. So we finally made it to David. És ő az a Dávid, aki a megállíthatatlan Dávid, akiről szól a sorozat. And so this is the David that is the infamously unstoppable David, unstoppable David. Tehát Boaz és Ruth Dávid dédszülei. So Boaz and Ruth are basically the great grandparents of David. Gondoltad, hogy micsoda zárás, Norbi? Tehát hogy mekkora zárás? And you might think that what a great closing, Norbi. Azért szerintem really rajtam kívül más nem zár nemzetség táblázattal. Because no one besides me closes off with a whatever it's called. Genealogy. Genealogy. De hát itthon vagyunk, minden megengedett. But here we are at home and everything is allowed. Vissza a lényeghez. So I digress, back to the point. Láttatok már olyan videót, aminek az a címe, hogy People Are Awesome. Have you guys ever seen a video called People Are Awesome? Az a lényege, hogy ilyen elképesztő felvételek, hogy az emberek miket csinálnak. And so the main thing of these videos is that videos are people included who do amazing things. Átugranak olyan távolságokat, amiket el sem tudsz képzelni. They jump so far that you wouldn't even able to imagine. Vagy mit tudom én, kiugranak repülőkből, formákat csinálnak, zsonglőrködnek, mindenféle ilyen van. Or they jump out of an airplane, they juggle, whatever. És számomra elképesztő, hogy emberek nagyon-nagyon átlagos dolgokkal mikre képesek. And so it is truly amazing to me how people with just average abilities are capable of. Ha nekem adnál néhány labdát ide a kezembe, if you were to give just a couple of balls into my hands, kovászok eldobálnám nektek. I would probably just throw them back to you. Hogyha mondjuk itt lenne egy star chef meg én, say that if there was a master chef and I, és ugyanazok az alapanyagok lennének előttünk, and we would have the same ingredients in front of it. Melyik kajából lennél, amit ő készít vagy én? Of which meal? Köszönöm. Of which meal would you eat, the one that he makes or the one that I make? Valószínűleg hatalmas különbség lenne, mert elképesztő dolgot összerakod a star chef, én meg ilyen. The difference would probably be enormous because his would be just a masterpiece and mine would be just kind of sloppy. És ez szerintem rámutat egy nagyon-nagyon csodálatos igazságra. And I think that this points us to a very important truth. Hogy nem az számít, hogy mennyire átlagos az eszköz, hanem az, hogy kinek a kezében van az eszköz. Because the truth is that it doesn't matter how average the vessel or the tool is, but it's all about the purpose. És onnan indultunk ki, hogy Ruth könyve egy átlagos, egy semmi extra történet. And so basically we started at the point how an average story the book of Ruth is. De Isten kezében. But in the hands of God. Ez az átlagos eszköz, ez átlagos történet. This completely average story. Bekerült Dávid nemzetségébe. And this completely average vessel or tool made it into the life of David. És ezáltal bekerült Jézus nemzetségébe. And through this or by this it also made it into the life of Jesus. Az ő kezében semmi nem túl átlagos. In his hands nothing is too average. Csak úgy mint hogy ezt a történetet megfogta Isten, úgy meg tudja ragadni a te életedet is. Just like the way God got a hold of the story, he can also lay a hold on your story and your life. Az ő kezében semmi nem túl megszokott. Because in his hands nothing is too usual.
Mert azt számít, hogy kinek a kezében vannak az átlagos napjaink. Because even our average days are in his hands. Szeretnék titeket megkérni, hogy álljatok fel, már csak imázunk, utána majd lehet venni dicsizni, meg imád kérni. So I would like you guys to stand up and to pray with us, and then we can worship and sing. De hadd mondjam el azt, hogyha te újjászülettél, but let me tell you that if you're born again, akkor te Isten kezében vagy. Then you're in the hands of God. Akkor a te életed bármennyire is átlagosnak tűnik egy-egy nap, then no matter how average your life may seem one day, Isten össze fogja neked rakni a kirakóst. God is going to put together all the puzzle pieces for you. Hogyha nem születtél újjá, if you're not born again yet, akkor lehet, hogy úgy vagy itt, hogy mi van? Then maybe you're just standing here like, what? Mi van velem? What's up with me? És lehet, hogy így fogalmat sincs, hogy hogy kerültél ide. And maybe you didn't even have the slightest clue as to how you made it here. Lehet, hogy nagyon-nagyon átlagosnak tűnik az, hogy kerültél ide. And it may seem very average as to how you got here. Mert valaki csak elhívott. Because someone simply invited you. És hirtelen nem volt semmi péntek este, és eljöttél. And all of a sudden you didn't have anything going on your Friday night and you just came. De hadd mondjam el azt neked, hogy Isten kezében nincs túl átlagos este. But let me tell you that there isn't such a thing as an average night in the hands of God. Nem véletlen, hogy itt vagy. It's not an accident that you're here. Vagy nem véletlen, hogy online hallod. And it's also not an accident if you're listening to the teaching online. Ha még nem vagy hívő, ha még nem születtél újjá, akkor itt a lehetőség. If you aren't a believer yet, if you aren't born again yet, then this is your opportunity. Nem túl bonyolult. It's not so difficult. Nem számít, hogy lent vagy, hogy fent vagy, vagy éppen átlagos napokat élsz. It's regardless if you have rock bottom or if you're in the middle somewhere or on a hilltop. És kérlek, ne érts félre, nem akarok semmi döntést rád nyomni. And please don't get me wrong, I don't want to pressure some decision on you. Mert Isten sem teszi. Because nor does God do it. De hadd mondjak el néhány dolgot, és ennyit kell tudnod ahhoz, hogy újjászülés. But let me tell you just a couple of things, and these are going to be all the things that you have to know to be born again. Az első, hogy Isten nem ezt a világot szánta neked és nekem. The first one is that this is not the world that God had intended for you or for me. Isten egy csodálatos közösségbe akart veled lenni. Because God had always intended to be in a wonderful relationship with you. Úgy akart veled együtt élni, mint ahogy csak vágysz rá most. And he wanted to live together with you the same way as you desire it right now. A második dolog, the second thing is, hogy sajnos elrontottuk. Is that we messed up. Elrontottuk. We messed up. A Biblia úgy nevezi ezt, hogy bűnbe estünk, hogy bűnt választottunk. Because the Bible tells us that we chose sin. De ne nagyon menjünk ilyen nagyon keresztényi szövegekhez, az a lényeg, hogy elrontottuk. But we really shouldn't go to these very Christianese kind of speeches, but the main thing is that we messed it up, we screwed it. Ezzel nagyon tudok azonosulni, by the way. And I get really, really relate to this, by the way. De a harmadik dolog, ami nagyon csodálatos. But the third thing is that it's very wonderful. Hogy Isten azt mondta, hogy bár elrontottátok, én inkább ezt megoldom neked. God said that even though you guys messed up, I'm gonna sort this out for you. Ahelyett, hogy elítélnélek. Instead of judging you, instead of condemning you. Jézus azért jött el ebbe a világba, hogy megoldja a problémánkat. Because Jesus came into this world to resolve our problems. Nem azért, hogy elítéljen. Not to judge us. És a negyedik dolog, és itt fejezem be. And the fourth thing is, and this is where I'm gonna finish. Hogy csak el kell hinnünk ezt. Is that we only need to believe this. Úgyhogy ma este ezt elhiszed. And if you believe this tonight, akkor szeretném megkérni, hogy gyere ide előre valakihez imádkozni. Then I would like to ask you to please come out and pray with someone. Nem azért, mert mi varázslók vagyunk. And not because we're some sort of magicians. Hanem azért, mert a belső változás kívül is meg kell, hogy mutatkozzék. But because your internal changes should manifest themselves on the externals as well. Drága mennyatyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Our precious Heavenly Father, we thank you for the opportunity to be here. Köszönjük neked, hogy a te kezedben semmi nem túl átlagos. And we thank you for the fact that nothing is too average in your hands. Köszönjük, Uram, hogy te ezt a
ezt a megszokott, nagyon egyszerű történetet valami hihetetlenné formáltad. And we thank you for the fact that you molded this completely average story into something unbelievable. És köszönjük, Uram, hogy te ugyanaz vagy. And Lord, we thank you for the fact that you're the same. Még akkor is, hogyha háttérben munkálkodsz. Even though you're just working in the background. És tudjuk, Uram, hogy te ki vagy. And Lord, we know who you are. Tudjuk, hogy te vagy a megváltó. We know that you're the redeemer. Hogy te vagy az, aki utánunk szaladtál és megtaláltál minket. That you're the one who ran after us and who found us. Hogy te vagy az, aki majd újra megteszed, amit már láttunk. And that you're the one who's going to do the self same thing that we've already seen. Hogy te vagy az, aki méltó, hogy a mi dicséretünkre. And you're the one who's worthy of our worship. Még akkor is, hogyha semmi extra nincs. Even though there's nothing special. Úgyhogy ma este szeretnénk dicsérni téged. So tonight we would just like to worship you, Father. A te nevedben imádkoztunk, Jézus. In your name we prayed. Amen. Jesus, amen. És meghajtom előtted érdemet, az irgalmad rám szúdul lefelez, szívemben tűz forró lány, örök szerelem.
Kezdetén ott voltál, egy voltál az Istennel. A teremtés rejtette arcod, míg megváltóként jöttél el. Milyen gyönyörű nagy neved, gyönyörű nagy neved, Úr Jézus Krisztus, nagy király. Gyönyörű nagy neved, minden nép felett, ilyen gyönyörű nagy neved, ó drága Jézus. Mennyből földre jöttél értünk, vállaltod a keresztfát. A bűnömnél nagyobb szerelmed semmi nem választ el már. Milyen csodás nagy neved, csodás nagy neved, Úr Jézus Krisztus, nagy király. Csodás nagy neved, minden nép felett, milyen csodás nagy neved, ó drága Jézus. Milyen csodás nagy neved, ó drága Széneket a mennyből földre jöttél. A mennyből földre jöttél értünk, vállaltad a keresztfát. A bűnömnél nagyobb szerelmet semmi nem választ el már. Milyen csodás nagy neve, csodás nagy neve, Úr Jézus Krisztus.
üres a sír volt, megnyílt a kárpit, hol a fullánkot bűn alá. Újjong a menny is, téged dicsőít, mert újra élsz feltáll. Fejed hajt a mindenség, lábaid előtt. Neked hódol a föld és ég, minden rólad beszél,
mondjuk hát, szent volt Úrunk, szent volt Úrunk, igen áldunk, és imádtunk a kegyelmet, így nincsen hasonló hozzád, mint igen áldunk, és imádtunk, nincs más szeremben. Új csodás. Szerelmem, új csodás. Itt fájt volt a minőség. Fejed hajt a mélyre.
vagy, szent vagy, Istenséges, örök Isten, a felkent, a győztes, angyalkórus, zengínusz át, méltó, méltó, méltó a bár. Méltó, méltó, méltó a bárány. Áldom szent neved, mízzel folyó földeken, hol nincs hiányom semmiben, áldom nevedet. Áldom szent nevet, az út a pusztába vezet, a száraz, kietlen helyen, áldom nevedet. Minden áldás dicséreti formál szívem. Ha körül zár a sötétség, azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr neve, áldott levedet. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neved, áldott legyen Úr neve, áldott nevedet, áldott legyen, és Úr neve, áldott legyen, hatalmas neve. Áldom, ha éppen minden megy, ha éppen minden rendben megy, napfényes az életem. Szívem így vele, a
az álom szent neved. Te adsz és elveszel, te adsz és elveszel, a szívem itt vele. Az álom szent, adsz és elveszel, te adsz és elveszel. Dicséreti, ma kerülsz át. Azt mondom én, hogy áldott legyen az Úr neve, áldom nevedet. Áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatal, kiadjuk őt. Áldott legyen az Úr neve. A szívem így felel, hogy áldom szent nevet. Te adsz és elveszel, te adsz és elveszel. A szívem így felel, hogy áldom szent neved. Áldunk téged, Istenünk, magasztalunk mindenért. Father God, we bless you for everything, and we magnify you for everything. Te adsz és elveszel. You give and you take away. Akármi is történik a szívünk, szeretnénk, hogy így feleljen. Whatever happens, we would like our hearts to reply to you this hogy, way. Hogy áldunk téged. That as we're praising you. Hogy magasztalunk. As we're magnifying you. És hálát adunk neked. And as we give you thanks. Mindenért. For everything. Nevedben. In your name. Amen. Amen. Még egy percre szeretném kérni a figyelmeteket, foglaljatok helyet nyugodtan. I would just like to ask for your attentions for just one more minute. Egyrészt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem újra a dicsőítő csapatnak, hogy vezettetek minket. First of all, I would like to take the opportunity to thank the worship team. És hogy megköszönjük Norbinak, hogy tanított minket. Yeah. And to also thank Norbi, who taught us today. Én jegyzeteltem. Jegyzeteltem. Arra szeretnélek kérni titeket, hogyha valaki megkérdezi, hogy milyen volt a tanítás a péntek estén. So I would like to ask you guys if any of you asks what the Friday night teaching was like tonight. Mondjátok azt, hogy semmi extra. just say it was nothing special. Csak nem fogják tudni, ez a címe. Azt mondjátok, hogy nem volt semmi. Nagyon jó volt. You're only supposed to say that it wasn't nothing. Norbi, említetted a tanításban, hogy vannak ilyen kérdések az ember életében, hogy kit vegyek el feleségül, meg ilyenek. So Norbi, you mentioned in your teaching that there are questions like if I should marry anyone or not. Ha tényleg elakadsz, akkor szólj, van egy tippem. If you really get stuck with this one, just please let me know. Okay. Okay. Na, hogy ezt most így rendbe raktuk. So now that we sorted this one out. Anikó, hol vagy? Nézlek.
Kameránál. Másik kameránál. Szia, Anikó. Na, figyeljetek, hogyha szeretnétek részt venni a nagypénteki online gerilla csapatban. So if you guys like to participate in next Friday's guerrilla event. Tehát szívesen megkapnátok ezeket az emlékeztetőket és posztolnátok a nagypéntekről. If you would like to receive all these notifications and if you would like to post them. Akkor légy szíves, keressétek meg Anikót, jó? Then please find Aniko. Ő az a lány, aki fordítani szokott nekem péntek esténként. She is the girl who usually translates for us. És ez egy szuper lesz ez a nagypéntek, és ti is hívjatok minél több embert személyesen is. And this is going to be really cool, and you guys should, yeah. Igen. A csapatunknak az egyik része Grúziában van. A part of our team is in... Georgia. Úgyhogy gondoltam, hogy egy ilyen nagy tapsot küldhetnénk nekik, és ilyen pusszantást, hogy sziasztok. Csak nehogy ott maradjanak, tudod, vissza kéne jönniük. Hogy vissza kéne jönniük, nehogy ott maradjanak, csak így bátorítsuk. And that's round of applause was for the fact that they should really return soon. Jó, komolyra fordítva a szót, vannak szendvicsek a kávézóban. But to take things more seriously, there are sandwiches lying around in a coffee shop. Úgyhogy ne siessetek, nyugodtan maradjatok, így beszélgessetek. So please don't run anywhere. You can stay to have fellowship, to talk to one another. Hogyha szeretnétek még imád kérni, itt leszünk. And if you guys would like to ask for prayer, then we're still going to be here. Úgyhogy legyen egy nagyszerű hétvégétek. So have a wonderful weekend. Köszönünk el az online-októl is, meg tőletek is. Pusszantás mindenkinek. Jó hétvégét. Goodbye and have a good weekend.